Több mint 6 millió forintot költ el a következő hetekben a szekszárdi önkormányzat, a megyei jogú város területén található illegális hulladéklerakatok felszámolására, pedig ezt a pénzt bármi másra is lehetne fordítani. Hónapok óta heverhet a rengeteg háztartási hulladék a szekszárdi József puszta egyik vízelvezető árkában, csak itt nagyjából 70 köbméter hulladékot helyeztek el illegálisan. Most az önkormányzat több 100 000 forintot, városszerte pedig több milliót költ arra, hogy ezt és 10 másik hasonló lerakatot egy pályázatnak köszönhetően felszámoljon. Most a város 6 millió 200 ezer forintot nyert, továbbra is az illegális hulladéklerakóknak a megszüntetésére. Tavasszal egyszer már elköltött több millió forint pályázati pénzt Szekszárda hasonló illegális lerakatok felszámolására. Akkor a megyei jogú város belterületeit tették rendbe a polgármesteri hivatal munkatársai. Most pedig a központtól távol eső József pusztára is jutott forrás. Gyurkovics János, a település alpolgármestere azt mondja, elszomorító és felháborító, hogy bár az Aliszka Terrával szerződésben állók ingyen vihetik ki a szemetüket a hulladékudvarba, mégis vannak, akik így szabadulnak meg attól. Szekszárd önkormányzata csak idén már több 10 millió forintot költött a hasonló kupacok megszüntetésére. Ebben az évben eddig, tehát az első 9 hónap adatairól tudok beszámolni, 24 millió forintot költött önerőből az önkormányzat az illegális hulladék lerakók felszámolására. Ezen túl ugye a városnak vannak, illetve az önkormányzatnak vannak saját szervezeti egységében közfoglalkoztatottak, illetve a köztisztasági csoport munkatársai, akik a közterületeknek egyébként a tisztántartásáért felelnek. Vagyis az ő bérük ebben az összegben még benne sincs, mint ahogy a szemét elhordását végző autókba tankolt üzemanyagára sem. A mostani ártalmatlanítási akció november végéig befejeződik Szekszárdon.